Elrabolt Hungária. 100 sebes. Hihetetlennek tűnik, de 1150-ig sebes környékén még székelygyepű őrök éltek, amire az itteni főutca neve Siculorum Gasse sokáig emlékeztetett. Ma a román író Lucian Blaga nevét viseli ez az út, jelezve azt, hogy bizony ma már más szelek fújnak 100 sebesen. Ne feledjük, Dél-Erdélyben a százság egyedül az Árpádházi magyar királyoknak köszönhette azt, hogy letelepedhetett. Sajnos maguk a szászok is gyakran megfeledkeztek erről, s főként a háláról. 1919-ben Medgyesi nagygyűlésükön ráadásul tálcán kínálták fel magukat a tovább dagadó Nagy Romániának. Aztán az egymásba borulásnak végül az lett az eredménye, hogy Erdélyben alig maradt a szászokból valaki hírmondónak.